testvér, elmesélem az én életem. Roma vagyok, én nem is tagadom. A jó Isten így akarta, így teremtett a világra. Anyám, apám, a legszentebb nekem. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Tiszta szívvel elmesélem, miért élek én a családét és a testvéreimét. A drágaságon két személyét bármit megteszek, ó Istenem, legyen mindig az enyém. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól. Szívből dalolok, szívemből dalolok. A világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Szeretem a családom. Imádom a családom. Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Csihel Fejri vagyok. Ma egy nagyon kellemes, baráti beszélgetés, és nagyon sok fantasztikus muzsikával várjuk Önöket. A dallamokon át mai vendége a mindig vidám, nagy mulattató Csocsesz. Szép estét kívánok! Szia Csocsesz, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást. Nekem a megtiszteltetés. Nem először vagy a mi műsorunkban. És nem is utoljára, remélem. Hát remélem, hogy nagyon sokszor eljössz még. A stáb nagy része is örült annak, hogy te itt vagy, illetve én is, de nem csak a mi gondolatunk volt az, hogy újra egyre és akkor beszélgessünk. Inkább a visszajelzések, a nézők e-mailjei arra biztattak minket, hogy Csocsesz, 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 jöjjön még és meséljen magáról. Hát köszönöm szépen, úgy látszik, akkor érdekes dolgokról beszélgetettünk múltkor. Hát biztos, hát érintettük a pálinkát, érintettük a zene nagy részét, és ebből kifolyólag gondoltam arra, hogy nagyon régóta ismerlek téged, és a zenétől ismertelek meg téged. És azon gondolkodtam, ha bár tudom, hogy sokoldalú ember vagy, ne érts félre a kérdésemet, mi lenne akkor, hogyha neked most a mai naptól nem lenne a zene? Hát egy hatalmas nagy űr lenne az életemben, hiszen a zene betölti az egész életemet, ezt kell, hogy mondjam. Ezt onnan tudom, hogy amikor esetleg
például most, amikor novembert írunk, és jön a halottak napja, ilyenkor nincs vigadalom. És ugye az embernek nincs fellépése, és két hét után, vagy egy hét után már azt érzem, hogy már mennék. Már hiányzik a közönség, hiányzik a buli, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy az ember életébe így beleívódott. De attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ha az ennél valami jogból kifolyólag nem lenne, akkor megtalálnám a helyem más pályán, hiszen nekem az eredeti szakmám a szakács volt, és én a szakács művészetet megtanultam annak idején. Igaz, hogy nem műveltem olyan szinten, mint ahogy azt ki kellett volna vívnom, illetve ki kellett volna tanulnom a mesterséget, de amikor én elindultam, akkor nagy reményekkel indultam. Tehát ha most nem zenélnék, akkor valószínűleg, hogy valami sztársép lennék valahol. Szakácsként dolgoztál egyébként? Dolgoztam szakácsként, igen, volt saját éttermem, büfém. Saját éttermem? De ezt még én sem tudtam. Igen, volt. Hát az igazság, hogy 150-200 emberre főztünk à la carte, és csak egy volt a probléma, volt 8 alkalmazottam, és amikor elmentem hétvégén fellépni, az a pénzem maradt, amit a zenéből kerestem, mert mindenki kizsebelt. Tehát én ilyen jó főnök voltam, ilyen jó hülye főnök. Nem hittem el, hogy az emberek azért nem mindig... Meddig tartott ez? Mennyi, hát ez egy ilyen egy év, másfél év volt körülbelül ez az időszakom, mire rájöttem, hogy ezt nekem abba kell hagynom, mert rá fogok menni. Hát reggel 6-ra mentem a Vágóhídra, hoztam a fél disznót, utána gyorsan földaraboltam, megfőztem, majd kiadtam, és utána délután kezdődött az egész előről. És utána közben az ember ugye mosolyogjon és érezze jól magát, mert közben már a dáridós korszak elkezdődött, tudod? Csak az ember gondolta, hogy több lábon áll, illetve azt is szerettem valamilyen szinten csinálni, hiszen akkor nem, ha valamit nem szeretek, akkor nem csinálom. Én nagyon önző ember vagyok. Hát én ezt tudom. Egyébként az éttermedben te voltál a séf, a szakás, te persze, is főztél. Persze, hát volt mellettem, voltak konyhalányok, illetve segítő személyzet, akik természetesen mosogattak, meg alám dolgoztak, de nem úgy, hanem másképp. De akkor függetlenül az működött az a történet. Főzés az nekem egy olyan dolog, hogy ha egy baráti társasággal összejövünk, illetve valamit elképzelek, tehát van, hogy megyek hazafelé, és akkor kitalálom magamnak, hogy most ezt akarok enni. Akkor elmegyek, megvásárolom az alapanyagot, és megcsinálom, mert megkívántam. De a fő csapás az a zene, tehát mindenféleképpen, hiszen ez már az ember így fekszik, így kell. Tehát ami nekem tetszett a szakásművészetben, az volt, hogy szintén egy önkifejezés, tehát egy alkotás. Tehát az érzelmekkel ugyanúgy lehetett alkotni, mint hogy a zenében is, és ez egy csodálatos, szép dolog. Hát egy műsorban főztél is, meg is nyerted, ha jól tudom. Igen, annyira megnyerte, hogy nem is adták le. Mert sajnos volt velünk egy ember, aki akkor utána nem kívánatos személy lett annak a csatornának, és ott nagy harcom volt vele, mert értett ő is a szakmához, meg ért is, tehát ezt nem szabad vitatni, és ott megnyertem azt a műsort. Aroma szín, soha se fél, na gyere testvérem, bámulasz, hajam a hangodat, hajam, hogy szóladat, és a szívem vár, nem fáj, szabad a báj, forró a vér, veled a sírig mulatné. A szegény gazdagabb, ha nálunk szóladat, velünk a boldogság. Amikor néhány pohár ital úgy felvidít, olyankor enyém a világ, mert jó ez így, nem is keresem a szót, ha rám talál. Ó, a boldogság! Gyere, gyere, kincsem, táncba hívom az icipici szívem, meghódítom, rabul ejtem minden gondolatot, mindig én lennék. Aroma szív, soha se fél, na gyere, testvérem, bámulasz, hajam a hangodat, hajam úgy szóladat, és a szívem már nem fáj, szabad a báj. Forró a vér, veled a sírig mulatné. A szegény gazdagabb, ha nálunk szóladat, velünk a boldogság. Én csak élek úgy, ahogyan nem lehet, néha elviszem még a szívedet, és ha átölelsz, más már nem szeret, értem, dobog még.
Gyere, gyere, kincsem, táncba hívom az icipici szívet, meghódítom, rabul ejtem minden gondolatot, mindig én lennék. A roma szív soha se fél, na gyere testvérem, bámulasz, hajam a hangodat, hajam úgy szólada, és a szívem már nem fáj, szabad a vágy, forró a vér, veled a sírig mulatnék. A szegény gazdagabb, ha nálunk szólad a velünk a boldogság. Én csak élek úgy, ahogyan nem lehet, néha elviszem még a szívedet, és ha átölelsz, más már nem szeret, értem dobog még. Gyere, gyere, kincsem, táncba hívom az icipici szívet, meghódítom, rabul ejtem minden gondolatot, mindig én lennék. A roma szív soha se fél, na gyere testvérem, bámulasz, hajam a hangodat, hajam úgy szóladat, és a szívem már nem fáj, szabad a vágy, forró a vér, veled a sírig mulatnék. A szegény gazdagabb, ha nálunk szólad a velünk a boldogság, velünk a boldogság. Mindig azt mondják rólad, hogy a Móka mester, a mindig vidám, a mulató zene nagymestere. Egyébként tényleg mindig vidám vagy, vagy azért vannak nagyon szomorú pillanatai, vagy tudsz te akár sírni is bánatodban, ha bár nem tudom rólad nagyon elképzelni. Hát az embernek, amikor rossz kedve van, akkor elvonul. Tehát én is ilyen elvonulós fajta vagyok. Én nem szeretem azt, amikor valaki sajnáltatja magát. Tehát az nekem nem jön be. Magad leszel a problémáddal. Igen, azért tényleg a közönség, amikor a színpadra megyek, azt várja el, hogy ő a csocsesz, az most jó fogunk nevetni, jó fogjuk magat érezni, és engem megtisztelnek azzal, hogy elhívnak egy fellépésre, onnantól fogva nekem kutya kötelességem az, hogy már a következő buliért dolgozzam, mert amiért ott vagyok, az megvan, de a következő buliért fogok dolgozni, hogy akik ott vannak, vagy hallják, vagy a másik faluban a fesztivál szervezők, vagy polgármesterek, azok azt mondják, hogy na ez egy jó műsor volt, ezt meghívom én is magamnak. Sírtál már te valaha egyáltalán? Voltál olyan szomorú, hogy... Amikor összevágtam 10 kiló hagymát, ha láttam már embert sírni, akkor én voltam az, aki érted így, és annyira sírattam szegény hagymát. Nem, viccet félretéve, természetesen mindenkinek vannak az életében olyan szomorú dolgok, amiket szívesen kitörül, de viszont az élet része. Tehát amikor szegény nagymám meghalt, hát ez egy nagyon rossz időszakon volt, azt tudni kell a kedves nézőknek, mondjuk sokan tudják, de azért el szeretném mondani, hogy engem ő nevelt fel kiskoromtól fogva, 3 hónapos korom óta. Nagymám volt az apukám, meg az anyukám egybe, és hát én voltam a szemefénye, és hát a jó Isten hosszú életet adott neki, 93 éves koráig velem volt, de az utolsó fél év az borzasztó volt, mert egy nagyon súlya betegséget kapott el, és én nem engedtem kórházba, hanem otthon ápoltam, és inkább a védőnő jött meg a doktornő, meg amikor hát hajnalban mentem haza, pelenkáztam, tehát én voltam az, aki foglalkozott vele, mert úgy éreztem, hogy annyi mindent kaptam tőle, hogy ezt vissza kell adni. Na most azért nagyon szomorú időszak volt, és mit ad az Isten, amikor szegényként meghalt hajnalba, aznap volt egy szilveszteri Dáridos TV felvétel, aznap este. És akkor most mit csinálsz? Érted? Nagyon nehéz. Az valami borzasztó volt, de hát az senkit nem érdekelt, hogy nekem milyen bánatom volt. Az nagyon rossz időszakom volt, és nehezen éltem túl, és a mai napig álmodom vele, mai napig velem van, pedig ez most már 9 éve volt. 9-10 éve. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Természetesen mindenkinek vannak rossz periódusai, rossz csapások, de én ezeket úgy elengedem magam mellett, én nekem mindig a pozitív dolog a lényeg. Tehát én valakibe nem azt keresem, hogy mivel tudok belekötni, hanem azt keresem, hogy mit lehet benne szeretni. Mindenki nulláról indul. Igen, még a -10 is nulláról indul, mert amíg engem nem bánt, amíg nekem nem tesz rosszat, addig én nem bántok senkit. Ha meg bántanak, akkor se teszek rosszat, mert akkor ugyanolyan szinten vagyok, mint az, aki engem bánt. Párul, amikor rád gondoltam én, rögtön tudtam, hogy úgy szeret, úgy, ahogy senki még. Felvettem és elsírtam a
bánatom. Elmeséltem minden titkomat, elmondtam, hogy nélküled az életem nem is kell nekem. Piros alma, mondd el neki, hogy a szívem nem adom én senkinek. Nem kell a másik tüzes csókja, nem bolondít meg engem. Piros alma, mondd el neki, hogy nem adom én senkinek. Fáról, amikor rá gondoltam én, mosolyod a szemembe, könnyed csal, mert úgy kamázlak én. Piros alma, vidd el az én szívemet, mert ő tudja, hogy csak az övé. Vidd el és mondd el, hogy nélküle nem is dobogna rég. Piros alma, mondd el neki, hogy a szívem nem adom én senkinek. Nem bolondít meg engem. Piros alma, mondd el neki, hogy nem adom én senkinek. Nem adom, nem adom, nem adom a szívemet. Oh, nem, nem, nem. Piros alma, mondd el neki, hogy ő az életem. Nem kell a másik tüzes csókja, nem bolondít meg engem. Piros alma, senkinek. Nem adom, nem adom, nem adom a szívemet. Piros alma, mondd el neki, hogy a szívem nem adom én senkinek. Nem kell a másik tüzes csókja, nem bolondít meg engem. Piros alma, mondd el neki, hogy nem adom én senkinek. Nem adom, nem adom, nem adom a szívemet. Egyébként te központi ember, hogyha van egy társaság, mondjuk, hogyha fele a barátom, fele még ismeretlen, akkor te azonnal a középpontban vagy, és már mulattatsz? Hát nehéz nem beleszólnom dolgokba, de én úgy gondolom, hogy valamire van véleményem, azt elmondom, és általában ez mindig jól szokott elsülni. Tehát nem tudok úgy maradni a sarokba, és nem beleszólni. Tehát mindenről van véleményem, és mindent látok valamilyen szinten. Most erről vagy meg tudok győzni valakit, vagy nem, illetve vagy engem győznek meg az ellenkezőjét. Tehát rugalmas vagyok, ha nekem elmondod, hogy ez a piros miért piros, és de én kéknek látom, akkor elhiszem, hogy piros. Akkor abszolút nem vagy megalkuló. Nem, a megalkuló nem vagyok. Tehát én azt mondom, hogy közömbös se vagyok. Tehát vagy utálni, vagy szeretni, de közömbös az nem. Mert annál nincs rosszabb, egy szegény Jimmy-től tanultam, hogy csocseszkám mindegy, hogy mit mondanak rólam, nagyon sokan szeretem, nagyon sokan utálnak, ezt ő mondta nekem, azt mondja, csak közömbösek ne legyenek, mert abba belehalok. És ezt átgondoltam, hogy miről beszélt, akkor nem értettem, akkor... Aha, és később tisztultál a történet. Utána éreztem, hogy miről van itt szó. Haragtartó ember vagy te? Hát egy pár percig mindenképpen. Iker vagyok. Na most az iker típusú ember, két mint például te is, ez... Te is iker vagy, ha jól tudom. Rák vagy az ikernek? Hát egy pár nem hónap. Vagyunk messze egymástól. Nem vagyunk messze egymástól, de a lényeg, hogy az iker egy nagyon jó jegy, hiszen rengeteg művész, zenész emberke iker jegy szülötte, és én sajnos ennek a jegynek az összes jóságát és rosszaságát látom magamban. Nem vagyok haragtartó, hogy válaszoljak a kérdésedre, mert az nem visz előre. Tehát az senkit nem visz előre, hogy én most utálkozok, én most haragszom erre, arra, amarra, most ez így, úgy, az sehova nem vezet.
Az vezet, hogyha szeretjük egymást, és mindenkivel jobban vagyunk, mert csak ez visz előre. Van neked rossz tulajdonságod, amiről tudod, hogy bárcsak le tudnám ezt a természetemet küzdeni? Rossz tulajdonságom? Hát figyelj ide. Folyamatosan fordítva teszed le a kávés csészét például. Rossz tulajdonságom például az a most fordult. Ez már többször előfordult vele. Következő történt, vásárolok egy nagy üzletláncba, és közben telefonálok, és látok egy nagyon drága árut, fogom, beleteszem a táskámba, megyek tovább, amint a szatyorban, amit toltam magam előtt. Megint beleteszek, amit telefonálok, az megyek tovább, ott hagyom a táskát. Megyek vissza, majd jön hozzá egy ember velem szembe, azt mondja, uram, miért tette a táskámba ezeket az árukat? Mondom, micsoda? Csak kiveszi a magokat. Pakoltam az ő táskájába, vagy a kocsijába. Az én kocsi meg volt egy 100 méterre arra, de ez már többször előfordult velem. Hát ha ezt rossz tulajdonságnak lehet tenni. Ez inkább szétszórtság, hát, de hát azért ne sűrű, az... mert nehogy aztán véletlen rosszul sűjön el a dolog. Hát figyelj ide. Egy erős valami... embernek a szatyrába vagy kosarába pakolgatsz. A poénnak se rossz egyébként, de utána mondtam, hogy amit beletettem, az nagyon finom. Tehát... De a lényeg, hogy ez egy nagyon jó elsült poén volt, tehát nagyon tetszett nekem. Hát ennyi rossz tulajdonságot elvárultam magamról, tehát vigyázzanak ez vele, belefér. Hogy meglátom. Csocsesztő meneküljenek, hogyha egy bevásárló központban, mert a kosarát tele fogja pakolni mindenféle jó kis virslikkel. Az biztos, meg mi múltkor hallottam, nem is tudom, ki mondta, hogy babonásak az emberek, és akkor lesz szerencséje, hogyha a babona tárgyát jó megköpködi. És én múltkor mondtam számokat ez egy kedves barátomnak az anyukájának, amivel nyert ezen a Canon. És ezt elmesélte a barátnőjének, és akkor mondom, ez ne tessék érezteni, hogy meglátnak, azt elkezdened köpködni, az nekem ibizsa nem jó.
tőlem is többször megkérdezték, ha bár én tisztában vagyok a te származásoddal, Csocsászban van valami roma vér? Tegyük tisztába ezt a történetet. De, én már sokszor tisztába tettem egyébként. Az az igazság, hogy én svábok között nőttem fel. Tehát azt tudni kell, hogy én 10 éves korom óta a Galambot családnak voltam a barátja, hál' Istennek szinte családtag voltam, tehát anyukája, apukája, nagymamája, mindenki, köztük nőttem fel. Na most ez azért volt érdekes, mert amikor egy sváb zenekarban egy fekete hajú gyerek ott van, főleg klarnét a főhangszere, mint klarnétoztam a zenekarba, akkor engem mindennek néztek, csak svábnak nem. De viszont a Lajcsinak az apukája, Lajos bácsi, ő szintén egy ilyen barna bőrű ember volt, és a Lajos bácsi mondta, hogy hát ő sziléziai sváb, azért ilyen a barna. És onnantól fogva én is mondtam, hogy hát azért vagyok ilyen barna, mert sziléziai sváb vagyok. Na, a viccet félretéve, romavér nincs bennem, legalábbis nem tudok, most nem voltam ott, amikor megszülettem, de az a lényeg, hogy nekem a nagymamám Baranya megyében Bakócán született, a család vonulata egészen odáig visszavezethető, egy teljesen magyar vérvonal. Az apámról annyit tudok, hogy diszidált Németországba, aztán soha többet nem került elő, ezért mondta, hogy nagymamám nevelt fel, de azt mondták, hogy nem volt roma. Na most, hogy címbalomláb volt ebben, vagy sem, azt nem tudom. De én úgy gondolom, hogy az embernek a származása az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy te milyen ember vagy, mert van rossz ember és jó ember. Van kedves ember, meg kettele, most nagyon szépen fogalmaztam, visszafogom magam. És az embert a tettei határozzák meg is, hogy milyen származású, szerint teljesen mindegy. Egyébként azt mondják, hogy nekem mindenféleképpen arabos beütésem is van. Arabos. Hát Isten tudja, anyám milyen buliba volt, érted? Hát egy arab teli vér lett belőled. Hát, hogy... biztos, a csődör is mondhatnánk, de ilyen burkoltan azért nem akarok rámenni. Az biztos, hogy a vidámságoddal, illetve azokkal a gesztusokkal, amit én sokat kapok a barátságodból, hisz egy telefont, hogyha nem hívlak fel, akkor rám csörögsz, hogy mi van, barátom, hát már eltűntél, vagy mi van veled. Fontos szerepet játszik a barátság az életedben. A barátság nagyon fontos szerepet játszik, hiszen a barátok a legfontosabb dolog. Tehát az az ember, aki magányos, aki egyedül van, ha nekem örömöm van, vagy ha valami jó dolog ér az életbe, az nem jó, hogy magam, tehát az, ha én nekem ötösöm lenne a lottón, hát én annyi embert boldoggá tennék, mert az ő boldogságuk engem még följebb vinne, érted? Tehát én látom azt, hogy mi a helyzet, hogy kinek tudnék segíteni, és most ez nem ez a hülye nagy szöveg, hogy most persze a Jóisten adja meg, és akkor utána majd beszélgetünk róla. A barátság egy nagyon fontos dolog, szerintem mindenki életében. Két lánygyermeked van, illetve van egy nagy fiad is. Ők már kirepültek a fészekből, tehát minden rendben van velük, élik az életüket. Sajnos a kislányom, őt nagyon szerettem volna, hogyha a zenei pályán marad, mert ő 8 éves korában, akkor ő jött velem énekelni, mert Vadangyal volt a kedvence. Aha. És megtanulta spanyolul a szöveget, én kísértem őt szintetizátorral, beöltözött kis ruhába, és tisztán, gyönyörűen úgy elénekelte a számot, hogy kétszer akkora siker volt, mint az apjának, de hát ez nekem csak nagy boldogság volt, illetve volt egy pár olyan fellépés, ahol nagy tömegek előtt, de hát ilyen 5-6 ezer ember előtt ezt a produkciót előadtuk, és olyan sikerrel volt, hogy szétvertek a házat. Nem volt gátlásos, lámpalázas. Nem, nagyon aranyos volt, nagyon jól csinálta, és aztán ilyen 10 éves korában azt mondja, hogy apa, én nem akarok ezt csinálni, nem akar énekelni. És rosszul esett neked. Hát hogyne, de egy valami biztos, erőltetni valamit nem szabad. Nem szabad. De most már azt mondom, hogy kellett volna. Azt képzeld el, amikor a Vadangyal idejött Magyarországra, először életébe, akkor a sztár volt, és el tudtam intézni azt, hogy egy csokor virágot vigyen a kedvencének, akit minden nap a tévében így néz, vitt egy csokor virágot, meg is van örökítve, viszi fel a színpadra, érted a Vadangyalnak, és hát azt a boldogságot. Na most, ha ezt tudtam intézni, szerinted akkor lett volna olyan helyzet, vagy olyan műsor, ahol azt mondom, hogy a lányomat tegyük be, mert de hallgassátok meg, mert hogy hát a tehetségtelen, akkor azt nem megöltettem, mert nem vagyok én, hagyd ne mondjam, milyen ember, aki igen, a gyerekét igen. Nyomja. Aha. Elég sokan vannak így a szakmában, akik azt hiszik, hogy ő se tud valamit, de a lánya se, és akkor azt nyomni kell, érted? Igen, igen, igen. Tudjuk, hogy ennek a szakmának vannak jó oldalai, rossz oldalai, de egy biztos, hogy közönség előtt állni, és azt csinálni, amit szeretsz, és úgy múlik az életed el, hogy boldog vagy, mert azt csinálod, amit szeretsz, és látod, hogy az emberek szórakoznak, és jól érzik, és még ezért fizetnek is. Hát mi van?
szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Álva fiú, jöjj vissza, hová sietsz mond, hová jöjj, valaki hív, valaki vár. Szerencsém a lakásodban lépni, egy jó kávéval megkínálta, és akkor 10 percig csak néztem, bámultam azt a hatalmas akváriumot, ami a nappalitban van. Ez a te ötleted volt? Volt halasboltom is, abba tönkrementem szintén, tehát ez azért jó, mert van, aki vesz most 3 feleséget, ott elhagy mindent, ott a házat ráillatja. Én különböző vállalkozásokat csináltam, mire rájöttem, hogy nekem a zenével kell foglalkoznom. Hát halasboltom pedig úgy volt, hogy volt egy kedves barátom, akinek olyan akváriumai voltak, kérlek szépen, hogy az állatkertben, ez még régebben volt, amikor jött egy csoport, külföldi csoport, akkor nem oda vitték az akváriumos helyre bemutatni a halakat, hanem az ő lakásába vitték fel, mert olyan halakat tartott, és olyan szinten űzte ezt az egészet, hogy valami embertele volt. Én akkor fertőzöttem meg, és én azt gondoltam, mert ugye abból indultam ki, hogy ha nekem tetszik, akkor másnak is. Aha. És eladtam mindent, ami csak lehetséges, egy 150 négyzetméteres hatalmas nagy boltot kivettem annak idején havi 250 000 forintért, ez volt 12 éve, gondolj bele, milyen jó buli volt az áruház vezetésének, azóta is ott nyaralnak borabban a szigeten az én bevételemből. És akkor elhatároztuk, hogy itt most akvárium lesz, és háttérbe épített afrikai akvárium, afrikai sügerekkel, és nagyon-nagyon nagy odaadással megindultunk és csináltuk.
És hát kérlek szépen, ez ment 3-4 hónapon keresztül, amíg csak ezeket a kis szifókat, meg a gupikat tudtuk eladni, a nagy hatalmas sügereket, meg a háttérbe épített akváriumokat, meg a pirányákat, azokat nem tudtuk eladni, mert egyet felejtettem el, hogy én Erzsébeten vagyok a lakótelep közepén, és ezt a Rózsadombon kellett volna ezt az üzletet csinálni, mert ott tutira vagyok a mai napig, hogy ez nagyon ment volna. És akkor tulajdonképpen az lett a vége ennek az egésznek, hogy az egyik akváriumot azt sikerült eladni, a másik nagy akváriumot azt hazavittem, az 2 év után eltörött, és szépen elfogyt. Úgy, ahogy van, aztán csináltam egy másikat, mert akkor már szerettem a halakat. Volt nekem nagyon-nagyon sokféle, sokfajta halam, voltak pirányáim is. A másik az akvárium, ami nagyon jó volt, azt gyorsan elmondom még, hogy betelepítettem a pirányák után, meg is harapott a piránya, nézd meg, itt van a kezemben. Igen. Itt látszik, amikor a fürdőkádba betettem, mindjárt, hogy mi harapott meg. Az a lényeg, hogy furtkutunk van, klórtablettát tettem a kutba, majd 2-3 hét után úgy gondoltam, hogy ez már teljesen kitisztult. És akkor fogtam kérlek szépen, és tele volt az akváriumom apró kis halakkal, de ilyen 300-400 darab kis neon halakkal, meg minden, gyönyörűek voltak, úszkáltak. Volt benne mondjuk 600-800 darab. Vizet leeresztettem, és engedtem bele a kuti vizet. Majd egy 5 perc múlva azt veszem észre, hogy a halak így ting-ding-ding-ding-ding. Én azt hittem, hogy a klór már kitisztult, de nem tisztult ki a klór. Az egész állományt kidögvesztettem úgy, ahogy van, érted? Az nekem nagyon sok pénzbe került. És akkor azt mondtam magamban, hogy jó, innentől fogom, most ezt befejeztük. És akkor vettem sügereket, és most afrikai sügereim vannak, még bírják. Na hát én azt mondom, hogy áldom a jó Istent, hogy megtartott minket zenésznek. Így átnézni. Várjál, hát végül is tudom, mindenből tanul az ember. Igen, és nagyon örülök neki, hogy egy az, hogy a barátod lehetek, illetve örülök, hogy mindig itt vagy a műsorunkban, és jó kedre deríted a nézőinket, illetve az itt lévő embereket, akik a dalamokon át felvételen vannak. Hát nem is tudom, hogy mit kívánja ki még neki. Hiányzik valami az életedből? Csak lóvé legyen! Nem játszik semmi. Mi egészséget szeretnék kérni, jó sokat, meg egyébként minden rendben van, hál' Istennek. Tehát aki sír, annak adni kell, mindig azt mondom. Pálinkát tölts a pohárba, ígyunk a boldogságra. A bánatomat hadd feledjem én. Ahol senki nem lát majd, titokban sírok utána, mert nem tudlak én elfeledni még. Hová tűnt annyi boldog ég? Miért sír a fáradt őszi szél? Fájó könnyén értem, hol lajtja, hogy a szívem bánat van. Érted is hull egy könycse, úgy kérve menjen, maradj még, szeress még. Pálinkát tölts a pohárba, ígyunk a boldogságra. A bánatomat hadd feledjem én.
utána, mert nem tudlak én elfeledni még. Mert nem tudlak én elfeledni még. Tényleg jó Isten adjon neked erőt, egészséget mindenhez. És hát tudod, hogy milyen önző vagyok én is, illetve a nézőink is. Mi azt kívánjuk magunknak, hogy mindig maradj meg nekünk. Mindig legyen ilyen jó hangulat, amikor te ott vagy valamilyen közegben, és tényleg minden álmod teljesüljön, ami még akár 100 év múlva is létrejöhet. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem veled, kedves nézőkkel, és kívánok mindenkinek ugyanazt, mint saját magamnak. Sok boldogságot! Kedves nézőink, műsorunk sajnos véget ért, amit én is nagyon sajnálok. De ha önök jól érezték magukat otthon a képernyők előtt, akkor jövő héten is tartsanak velünk. Tudják, kellemes beszélgetésekkel és fantasztikus muzsikákkal várjuk önöket. Mindenkinek egy nagy-nagy ölelés, a viszontlátásra!
Kedves nézőink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Jövő héten csütörtökön este 21 órától várjuk Önöket újra itt, a Muzsika TV-n. Kellemes dallamokkal és fantasztikus muzsikákkal. Viszontlátásra! És a végtelen szeretetet dallamokon.